Köszönöm szépen, Kedi Csoko, jó napot kívánok, a szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Amikor felkérdek arra, hogy mondjam el az ünnepi köszöntőt, ezt nagy lelkesedéssel is szívesen fogadtam, hiszen önökhöz jönni, és azt gondolom és azt hiszem, hogy Gyűri a Györkölnyi nyugdíjasokat valóban Magyarországon példaképként lehet állítani többi célkorú állampolgárjával. Miért is mondom ezt? Talán azért, mert egyrésztről szinte nincsen az életnek olyan területe, amit önök ne vállalnának be. Hol sportolnak, hol sárkányhajóznak, hol egyszerűen táncolnak, énekelnek, szóval közösségi életet élnek, és szép dolog az, hogy a költészetnapi alkalmából vannak igenis olyan szép korok, akik felmerik vállalni azt, hogy a költészetnaphoz kapcsolódóan azokat az emlékeket, költőket, írókat idézzék fel, akikre a magyar nemzet büszke lehet. Mikszár Kálmán mondta annak idején, hogy majd minden író után marad olyan munka, melyről az a vélemény, hogyha egészen kidolgozza, szépen adhatott volna. De ezt az illető író már nem hallja. Ahogy átnéztem a költőket, átnéztem az önök által választott verseket, Ragnóti Szabó Lőrinc, Arancsukornai vagy éppen Kosztolányi nevét láttam, azt gondolom, önök szép urak, akik majd elszavarják verseiket, valóban nagy költői honnél fentről örömmel nézik azt, hogy ápoljuk emlékeiket, ápoljuk azt, hogy a költészetben valami szépet is jót tettek, és ezeket a hagyományokat tovább tudjuk vinni. Engedjék meg, hogy egy kis idézettel köszöntsem önöket, és kívánjak a mai szabadó versenyre sok sikert, hibátlan szavarást. A kedvenc költőm József Attila, Vári Jóvárról hallhattunk már kis idézetet, de engedjék meg, hogy József Attila Gomaszman üzletés az ő versenynek egy részletével kívánok önöknek a mai napra sok-sok sikert, szép pillanatokat, és emlékezzünk valóban nagy jövőkra. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlem, hogy ne menj el, ne sírj. Így nem szökik rá hirtelen a mély, s még kis szíve, nagyon szorongvalóban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban a mesébe, vagy azt, hogy ott legyél, így kérjük, ülj le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem felejtjük, mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, s együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódít. A fényt, amely több világig vagyunk, hisz egymás nélkül